Na hello-sztok! Én a Farkas vagyok, mint ahogy ezt nagyon jól látjátok. És mint a videó címe is elárulja, ez a videó az arról fog szólni, hogy hogyan lehet neked is i7-esen. Értelemszerűen itt nem arról van szó, hogy magát a processzort megkapt, hanem hogy mondjuk legyen rá elegendő pénzed. Legyen rá elegendő szabadidőt, hogy használd azt, amit te megveszel, illetve hogy ne kelljen mókus kerékbe megrohadva eltöltened az egész életedet. Szóval én azt javaslom, kövesd azt az utat, amit én csinálok, és így pénzed is lesz, szabadidőd is lesz, és nem kell mókuskerékben megrohadnod, például arra, hogy most mondjuk mondok egy példát, mondjuk 50 évig dolgozol valami cégnél, nagyon-nagyon szerencsés vagy, 50 évig ugyanannál a cégnél dolgozol, korrektűbe vagy jelentve, és amikor öreg leszel, nyugdíjas leszel, akkor azt a picike nyugdíjat, amit az állam biztosít a részedre, már ha még élsz akkor abból a nyugdíjból el tudod engedni nyugdíjas életedet, szóval nekem ez nem pálya. Nekem ez nem pálya azért nem, mert egy magasabb színvonalú életet tudok magamnak biztosítani ezzel a módszerrel, és hogyha van kedved, akkor hallgass arra, akinek ennél a tányérjából. Tehát valószínűleg, most nézem a gépemet, megpróbálom így közvetíteni feléd azt, hogy ez egy jó élet, amit csinálok. Tehát saját lakásom van, jó panel, tudom, de saját. Van egy tök jó gépem, van 3 monitor hozzá is, és ezt megengedhetem magamnak 35 éves létemre. Vágod? Tehát ez fizikai munkával, rendszergazdai munkával, informatikai munkával nem fog menni. Úgyhogy ha szeretnél kicsit több pénzt keresni, meg szeretnél alternatív munkát végezni, tehát nem fizikai munkát, meg ilyen irodista munkát, hanem másfajta munkát, és esetleg szeretnél kicsit egészségesebb is lenni, mint amilyen most vagy, akkor engedd meg, hogy segítsek, jó? Tudod a Facebook elérhetőségemet, címemet mondjuk, tudod az e-mail címemet, írjál, aktivizálódj. Az ilyen belájkolgatós, ilyen otthonülő, semmit tevős emberkék semmit nem fognak keresni, semmiféle pénzt. Ahhoz, hogy együtt tudjunk dolgozni, azon, hogy te gazdag legyél, az legalább 18 évesnek kell lenned, lehetőleg budapestinek kell lenned, de ez nem feltétel, és legalább arra képes legyél, hogy bekösd a saját cipőfűszödetet. Így nagyjából ennyi. Ha érdekel a javaslat, akkor írjál Facebookra, úgy, ahogy már mondtam, vagy a Gmailemre, vagy akárhova, teljesen mindegy, csak lássam, hogy szeretnél csinálni valamit, jó? Lehetőleg tedd szabaddá kedd, illetve csütörtök délutánjaidat, és próbáljál a határút köré avászkálódni, jó? Az egy ilyen szép terület, ott lesznek majd ilyen szemfelnyitós ilyen előadások, hogy hogyan lehetne esetleg több pénzt keresni semminél, jó? Úgyhogy várom a lehetőségeket, és várom azt az emberkéket, akik szeretnének egy kicsit több pénzt keresni, annál, mint amit jelenleg most keresnek. Vágod. Tudom, hogy unod azt az életed, amit van, meg nem nagyon szeretnék kimozdulni a kis biztonsági zónádból, de ez elkerülhetetlen. Vágod. Vannak céljaid, vannak álmaid, szeretnél utazni, jó, szeretnék egy Porsche-t, szeretnék egy Ferrari-t, egy Lamborghini-t, fú, de jó lenne. Mert te még ilyen kis fiatal vagy, vágod. Tehát szeretnék egy Lamborghini-t ide, Magyarországra, ezekre az utakra. Szóval királyságok. Mindegy, hát ha neked ez az álmod, akkor teljesíts be. De garantálom neked, bármilyen álmod van, szeretnél egy 5 monitoros Affinity-t, hogy nagyobb legyen, mint az enyém, vagy szeretnél egy Lamborghini Aventadort, vagy mit tudom, akármit, teljesen mindegy. Egyetlen egy dolog kell hozzá, és ezt nagyon jól tudod. Pénz. Na, ebben tudok segíteni, ha van kedved, egyél abból a tányérból, amiből én. Na, minden jót, hello-sztok!